Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves lelki gyakorlatozó, szeretettel köszöntelek a zarándok.ma nagybőti ráhangoló A mai nappal elkezdődik az úgynevezett Szent Három Nap. Az a szorosan egybetartozó történés sorozat megünneplése, amit ha nem szoros egységben ünneplünk és élünk meg, akkor elég felemásra sikerülhet. Azt akarom kinyögni, hogy nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat megélése nélkül, a húsvétot nagyon egyoldalúan leszünk képesek csak megérteni. A szenvedés és halál nélkül nincs feltámadás. Ezért kérlek benneteket, nagyon ragaszkodjatok e Szent három nap üzenetének a kibontásához a mai nagy csütörtöki üzenet így szól. Szent Lecke Szent Pál Apostolnak a korintusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek. Urunk Jézus azon az éjszakán, mikor elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt vegyétek és egyétek. Ez az én testem, mely értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A vacsora után ugyanígy fogta a kejhet is, és így szólt, ez a kehely az új szövetség kejhe az én véremben valahányszor isztok belőle, tegyétek ezt az én emlékezetemre. Amikor ugyanis a kenyeret eszitek, és a kejhelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Ez az Isten igéje. Kedveseim, nekem is, mint minden papnak, nagyon fontos a nagy csütörtök megünneplése. Hiszen ezen a napon az utolsó vacsorán Jézus két szentséget alapított egyszerre, az oltári szentséget és a papság szentségét. Életünk elköteleződésünk forrása és gyökere. Még gyermekkoromban, amikor az úr szólongatott, hogy legyek a papja, az egyik ilyen meghatározó megszólítása ez volt, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hajdó Pista papbácsi misézett, és amikor ezeket mondta ki, akkor én úgy írtam meg, hogy ez nekem szól, ezt cselekedd az én emlékezetemre később, amikor egy kicsit elmélyült tanulmányoztam a teológiát, akkor lett világos számomra, hogy ezek bizony a papság szentségének alapító szavai. Papi elmondatomul is ezt választottam, hiszen ezért lettem pap, hogy cselekedjem, amit mondott. Minden hivogatása ellenére én bizony annak idején elég sokszor menekültem a felelősség alól, elől, nem tartottam magam méltónak a papságra, csendesen jegyzem meg, hogy ez még mai így van. Egy ilyen menekülési nagykanyarban ért engem a gazdám ismételten, amikor volt egy életet meghatározó élményem. A szememet becsukva láttam két kezet az oltári szentséget emelve magasba. Ehhez a képhez ugye a vegyétek és egyétek szavak illenek, ezek tartoznak hozzá. De az én bensőmben nem ezek a szavak vízhangoztak, hanem az, hogy nincs emberem ami a, a fürdőnél hangzott el. Nincs emberem, akin keresztül ki tudom mondani, hogy annyira szeretlek titeket, hogy vegyétek ki és egyétek, nektek adom az életemet, halálomat, mindenemet. Nagyon elszégyeltem magam, úgy sírtam, mint egy kisgyermek. Utána pedig kimondtam, hogy Uram, ha neked nincs lovad, és a szamár is jó neked, a lásd virágvasárnak, akkor hát legyen, leszek a papod, akin keresztül ki tudod mondani, hogy vegyétek és egyétek, hogy meg tudod osztani a végtelen szeretetedet. És a gazdám azóta szamaragolva nem. És azért vagyunk most itt a főoltárnál, mert a templom felújításakor egy kicsit szemtelen voltam, és emlékeztetőt hagytam a főoltáron, a kezet, hogy emlékeztessen, hogy mit kell tennem. Tehát azért lettem pap, hogy cselekedjem, amit mondott. De mit is mondott? Mit tett? vette a kenyeret, megtörte, hálát adott, és így szólt. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely értetek adatik. Tehát vette a kenyeret, a mindennapit, amit nem igazán tudunk nélkülözni, ami szükséges a mindennapokhoz, hálát adott, és megtörte. Ő maga törte meg, és csak utána adta tanítványainak. Azt mondják a teológusok, akik igazán értenek hozzá, hogy a kenyér megtörése és szétosztása gyakorlatilag saját életének a megtörése és a szétosztása annak, hogy ne az én akaratom legyen, atyám, hanem a tiéd. Erre a megtört kenyére mondja azt, hogy ez az én testem. De mit jelent a test? A fizikai testet? Ilyen azt is. De a test a szentírásban a teljes életet is jelenti. Azért pedig, például amikor elfolyik, a halált jelképezi. Tehát Jézus teljes életét és halálát nekünk adja az oltári szentségben. Ha azt kell tennem, amit mondott és tett, akkor a saját életemet is meg kell törnöm, és ki kell osztanom, oda kell adnom az embereknek. De mielőtt valaki félreírteni, ez nem csak a papra vonatkozik, hanem minden Krisztusba öltözött megkeresztelt rá. Mai feladat, keressen meg, hogy hogyan tudnék egy kicsivel jobban Krisztushoz tartozni, hogyan tudom megosztani az életemet még jobban a mellettem lévő emberrel. Ha gondolod, hónap találkozhatunk, viszontlátásra.